Robotika. Modern eszközöket vetnek be a gyorsabb gyógyulásért. Beruházás. 190 millió forintból újult meg a Liszt Ferenc Zeneiskola épülete. Tanítószak. Felgyorsítják a diplomaszerzést. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Súlyos agyi sérültek és mozgászavarokkal élő betegek robotikus rehabilitációs kezelését kezdték meg a Kaposi Moroktató Kórházban. Az úgynevezett exoszkeletonnal főként sztrókos, bénult betegek egyensúlykoordinációs képességét, járásának stabilizálását és izomerejét fejlesztik. Az intézményben eddig 40 beteget kezeltek robotikus berendezésekkel, és további 100-at terveznek. Bogó József még 2017-ben kapott sztrókot. Mivel állapota nagyon leromlott, az elsők között kezdtek el nála alkalmazni egy különleges robotikus eszközt a kaposvári kórházban. A jövőben pedig még többféle robotterápia indul el a Kaposi Moroktató Kórházban. Ezek kiegészítő terápiaként szolgálnak majd. A régi hagyományos terápiákat tudják kiegészíteni, javítani, gyorsítani a rehabilitáció folyamatát, csökkenteni a táppénzigényt, és minél gyorsabban vissza tudjuk így integrálni a sérülteket a mindennapi életükbe. Egy nagyobb lépés előtt állunk, egy folyamat része ez. Ezek az új exoszkeletonok és a mögöttem látható nagyobb robot, aminek a működése elindult a kórházunkban. Főleg sztrókos betegek, bénult betegek, egyéb degeneratív betegséggel élők vehetik majd igénybe. Mindenképpen szakorvosi vizsgálat előzné meg a terápia felírását, ahol részletesen megvizsgáljuk a betegeket, és meg tudjuk azt beszélni, hogy miben tudnánk segíteni. Ide tartozik az egyensúlyfejlesztés, koordinációfejlesztés, bénulásos betegségeknek a javítása, izomerősítés, járásstabilizálás. Tollár József, a Központi Fizioterápiás és Neurorehabilitációs Egység vezetője elmondta, az intézményben 2021-ben kezdődött meg a robotikus terápiák tanulása, több munkatársuk licencvizsgát is tett. Szerencsénk volt egy konzorciumot létrehozni a Fototomini Kft-vel, ahol az exoszkeletonokat már megtanultuk, és már licensz vizsgát is tehettünk. Ezek után stádiként használtuk, majd a tavalyi évben 2023-tól hosszú távra ide kerültek ezek az exoszkeletonok. Az exoszkeletonokról azt kell tudni, hogy egy külső protetizált berendezések, amivel a sztrókos betegek, súlyosat sérültek, mozgászavaros betegeknek az életminőségét próbáljuk javítani. Újra tanítjuk őket járni. A legfontosabb nekünk az, hogy egy modern terápiát tudjunk biztosítani, amivel a betegek a legmodernebb technológia mentén tudjanak fejlődni. És most elérkeztünk arra, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Az elmúlt időszakban közel 40 beteget kezeltünk, és a következő periódusban pedig további 100 beteget szeretnénk bevonni. A kaposvári kórház számára óriási lehetőség, hogy a dél-dunántúli régióban egyedülálló módon valósíthatnak meg fejlesztést. A rendőröknek is megérkezett az emelt fizetés, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-vel. Rétvári Bence közleményében azt írta, január 1-ével 56 ezer hivatásos állományú rendvédelmi dolgozó illetménye emelkedett bruttó 79 500 forinttal. A megemelt fizetést első alkalommal február első napjaiban utalták át a rendvédelmi dolgozóknak. Hozzátette, a hivatásos állomány másfél évvel korábban már részesült bruttó 116 ezer forint illetményemelésben, ezt követte a mostani. A költségvetés idén több mint 60 milliárd forint többletet tartalmaz a béremelés fedezetére, ismertette az államtitkár. Emlékeztetett, a tiszthelyettesi átlag illetmény 582.086 forintra, a tiszti átlagkereset 710.455 forintra emelkedett. 190 millió forintból újult meg a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola épülete. Kicserélték a nyílászárókat, az épület szigetelést kapott és teljesen akadálymentesítették is azt. A beruházásnak köszönhetően az intézmény nem csak modernebb és komfortosabb lett, de olcsóbban üzemeltethető is.
A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola alapfokú művészeti iskola tantestülete elkötelezett a zenetanulás megszerettetése, a szakmai programok szervezése és az előadó művészet aktív gyakorlása mellett. A Dél-Dunántúli régió egyik vezető művészeti iskolájaként hangversenyek, versegyek és továbbképzések szervezésével, zenekarok és kamaracsoportok működtetésével teszik teljesebbé a művészeti nevelést. Sikerült immáron 2 évben hazai központi költségvetési forrás terhére komoly infrastruktúrális felújítást végezni ebben az intézményben. Ahogy elhangzott, ahogy látták, 2020-ban 100 millió forint, illetve 23-ban a második ütemben még további 90 milliós támogatás érkezett tankerületünkhöz és az intézményhez. Akadálymentesítés. Megújult a hangversenyterem, több tanterem, próbaterem is. Több helyiség hangszigetelést kapott, azt gondolom, nagyon fontos. Akadálymentes vizes blokkok teljes felújításon estek át. Az utcai bejárat átalakítása megvalósult, szétválasztódott a gépjárműkapu és a személyi kapu, azt gondolom ez is nagyon fontos az idejáróknak. Amikor 2017-ben Kelencsér Attila képviselő úr meghallgatta kérésünket, akkor azzal a hittel és azzal a reménnyel kerestük meg őt, hogy az itt dolgozó kollégáink munkakörülményeit javítani tudjuk, és a zeneiskola felújítása elkezdődhessen. Onnantól kezdve a magyar kormány mellénk állt, és egy új fejezet indult el az intézmény életébe. A nem látott dolgokból látható dolgok lettek, és talán számomra a legnagyobb bizonyítéka az, hogy azok a kollégáim, akik a szélső termekben tanítottak és végig fázták az életüket, és nem lehetett 17 foknál többet csinálni, akkor téli zilején. Most 22-23 fok is van. Ez egy viszonylag kis pénz volt, és mégis egy nagy eredmény lett belőle, ami Sinka Szilvia igazgatóasszonynak és Nagy Tamás igazgató úrnak is köszönhető. Ennek nyilván van egy jó menedzselési háttere, úgyhogy őszintén köszönöm nektek, hogy 190 millió forintból ezt összehoztátok, zseniális. És van egy talán rajtunk kívül eső oka, ugye ez magyar költségvetési forrás. A művészetoktatás a köznevelési rendszer általános eredményességét is támogatja, hiszen a tanulók a művészetekben elért eredményességük transfer hatásaként jellemzően több tárgyból is eredményesebben teljesítenek. Olyan kompetenciák javulnak, amelyek a későbbiekben a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket megkönnyítik. Kreativitás, probléma megoldó képesség, kommunikáció, szabálykövetés, figyelemorientáció, mozgáskoordináció, csapatmunka, hogy csak néhányat említsek a rengeteg közül. Tehát a művészetoktatás alapvetően nem cél, hanem egy eszköz, amely által a művészeti nevelés jobbá teszi az embert. Hogy más legyen a hozzáállás a munkához, ne rabszolgaként ismétlődő funkciókat hajtson végre a mindennapi betevő falatért, hanem kreatív módon dolgozza, mondja dr. Borbély Szvár, a Szent István Akadémia elnöke. Fonyódon egy bírósági döntés értelmében el kellett bontani egy támogatott strandfejlesztés részeként létesült játszóteret az Árpád parton. Az üggyel kapcsolatban a polgármester Hidvégi József elmondta, az Árpád parti játszótérrel szemben lévő ingatlan tulajdonosa beperelte az önkormányzatot, egyrészt a nagy gyerekzsivaj miatt, másrészt azért, mert a kilátását zavarták a játékok. Első és másod fokon a bíróság azt az ítéletet hozta, hogy a kilátás zavarását meg kell szüntetni. Az ingatlan tulajdonos elbontatta a játszóteret, hiszen a bíróság ezt jóvá hagyta neki. A polgármester hozzátette, a játszóteret újraépítik olyan helyen, ahol majd nem zavar senkit.
4 helyett 2 év alatt megszerezhető lesz a tanítói végzettség a MATE Kaposvári kampuszán. Szeptemberben levelezőn indítják el a képzést azoknak, akik már megszerezték, vagy folyamatban van az óvodapedagógus diplomájuk. A kormány 2023. július 26-ai döntésének értelmében az óvodapedagógusok újabb oklevelet adó képzésben 2 év alatt szerezhetik meg az 1-4 osztály tanítói feladataira feljogosító tanítói szakképzettséget. Az egykori Kaposvári Egyetemen már évtizedekkel ezelőtt is volt kísérlet arra, hogy rövidebb idő alatt elvégezhető legyen a második szak. Ez elsősorban az óvodapedagógusokat és a tanítókat érintette. Volt egy olyan képzésünk is, amiben nekünk egy tapasztalatunk volt, egy képzési ciklus, de Kecskemétnek évtizedes, hogy eleve óvodapedagógus tanító két szakos képzésre vették fel a hallgatókat, és 4 év képzési idő alatt mind a 2 szakterületen végzettséget, szakképzettséget szerezhettek. Ilyenünk is volt. 90-es évek végén, 2000-es évek elején volt, tehát van nekünk ebbe tapasztalatunk mindenféle módon. Aztán a bolognai rendszerű képzés beindulásával ezek a lehetőségek hát elvesztek, átalakultak, másképp lehetett. Most a jogszabály lehetővé teszi, hogy végzett óvodapedagógusok óvodapedagógus diploma birtokába jelentkezzenek tanítószakra. A MATE Kaposvári kampuszán most újra lehetőséget biztosítanak azoknak a fiataloknak, vagy már a szakmában dolgozóknak, akik megszerezték az óvodapedagógus diplomát, hogy 2 év alatt elvégezzék a tanítószakot. Február 15 a határidő, tehát nagyon gyorsan kell jelentkezni. A normál felvételi eljárásban a Kaposvári kampusz pedagógusnál be kell jelölni a levelező képzésben a tanítószakot, tehát az általános 8 fél éves tanítószakot, arra kell jelentkezni, és amikor felvesszük a hallgatót, akkor kreditbeszámítással történik az óvodapedagógus diplomájának az elismerése, és 4 fél év alatt azokat az ismereteket, gyakorlatokat sajátítják el itt a hallgatók, amelyek speciálisan a tanítói hivatáshoz szükségesek, hiszen ők már az óvodapedagógiai módszertannal, elméleti alapokkal, ismeretekkel tisztában vannak, sőt, gyakorlattal is rendelkeznek már ezek a pedagógusok. A cél olyan tanítók képzése, akik képesek a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére, felkészültek az általános iskola első 4 év folyamán a nevelési-oktatási feladatok ellátására. Folyamatosan fejlődnek a balatoni vízi polgárőrök, 2022-höz képest is még jobb évet tudhatnak maguk mögött. Nem csak a vízi rendőröknek tudtak segíteni, hanem a vízügyi igazgatóságnak is. A Balatonberényben tartott tisztújító gyűlésen ismét 5 évre megszavazták Kerekes Pétert elnöknek. A közgyűlésen kitüntetéseket is átadtak. Kiemelkedő munkájukért az Országos Polgárőr Szövetség elismerésében részesítette az Egyesület elnökét, Kerekes Pétert. A 15 éves Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület munkáját elismerő oklevéllel és 300 000 forintos támogatással köszönték meg. A polgárőr mozgalom támogatásáért polgárőr érdemkereszt aranyfokozatát kapta a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Kirendeltségének vezetője, Kravinszkaja Gabriella. Ezüst fokozatot a Balatoni Vízirendészet Rendőrkapitányság Keszthelyi Vízirendészeti Rendőrös járőrvezetője vehetett át, bronzfokozattal a Balatoni Hallgazdálkodási ZRT Keszthelyi Kirendeltségének halőrét ismerték el. Robotika. Modern eszközöket vetnek be a gyorsabb gyógyulásért. Beruházás. 190 millió forintból újult meg a Liszt Ferenc Zeneiskola épülete. Tanítószak. Felgyorsítják a diplomaszerzést. Friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Ennyi fért mai híradónkban, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk holnap este is, viszontlátásra!